A vendéged leszek, s te a vendégem. Sajnos vannak gyógyíthatatlan betegségek. Sajnos sok van a világban. De azokat is kezeljük. Tehát az orvosnak szent kötelessége a beteget kezelni, de hogy az meg is gyógyul, az nem valószínű. És tudod, dolog, hogy vannak olyan, mert... Na most itt hiába várunk csodát. Se a növény, se a ráolvasás, semmi nem fog segíteni. Sajnos ez így van. De van rengeteg minden, amit olyan betegségek, ugye beteg állapotok, amiket nagyon szépen pozitív irányba, gyógyulás irányába el lehet vinni. Na most erre vannak a gyógyszerek, és vannak a gyógynövények, a gyógynövényi készítmények. Mindennek megvan a területe. Tehát, hogy a legbanálisabb dolgot mondjam, egy egyszerű kicsi hűlés esetében nem kell a legkegyetlenebb antibiotikummal dőni ezt a szervezetet, és bizonyos gyógytej a keveréket, ezzel nyakamat leteszem, és most már nagyon sok évi tapasztalatom alapján mondom, hogy meg lehet gyógyítani. Gyógynövény készítményekkel sok eredményt lehet elérni, de van egy határ. Azt lehet, és vannak olyan betegségek, ami szóba se jöhet, hogy azzal valamit. Na most, főleg komoly betegségek esetében, tehát adott esetben a rákos betegségeknél. Hát persze, hogy az ember fűhöz, fához fordul és kapaszkodik mindenbe, ez érthető, de nagyon sok esetben én látom, hogy olyan értelmetlen dolgokba is belekezdenek, nagyon sokan rengeteg pénzt is áldoznak, mert sarlatán az annyi van, hogy az nem igaz. Rengeteg készítmény van, amire azt mondják, hogy az egész biztos. Hát közben sajnos, bár úgy lenne, de nem úgy van. Tehát azért vigyázni kell. Mindenütt, most van egy divat, kétségtelen, a biodivat. Ez nagyon jó dolog, csak ha áteszünk a ló másik oldalára, mindig az a baj. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem.